Hamarosan elindul a Magyarország kormánya által életre hívott és támogatott úszónemzet program. Ennek keretében 3000 óvodás és elsőosztályos gyermek kötelező úszásoktatása veszi kezdetét. Mindezek mellett fontos az is, hogy a fiatal tehetséges úszók tovább tanuljanak, és ebben támogatni kell őket, mondta Sós Csaba, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi kapitánya, azon az egyeztetésen, melyen pécsi olimpikonok, paralimpikonok és nemzetközileg elismert sportolók is részt vettek, akik tanulmányaikhoz is kapnak majd támogatást. Ennek az a lényege, hogy ne kerüljön ott senki általános iskola felső tagozatba, hogy nem tud úszni. Ebben a program szerint, ami 4-5 év alatt fut fel a maximumra, és februártól a tesztprogram része indul, szeptembertől jövőre egy nagyobb mennyiségű gyerekkel elkezdjük. Óvodás nagy csoport, általános iskola első-másodikosok lesznek benne, és mindenki számára biztosítani akarja a kormány, hogy ezt hozzáférjen ingyenesen. Felszerelést kapnak, és ehhez kell majd az a temérdek mennyiségű edző, illetve oktató, akiket a programra be kell majd tanítani. Kenderesi Tamás, aki bronzéremmel tért haza a riói olimpiáról, a tokiói ötkarikás játékok elhalasztásának hírét nehezen élte meg, de mint mondja, már megbékélt a gondolattal. Az úszás mellett Tamásnak is fontos, hogy diplomát szerezzen. Az olimpia miatt passzivázottam, úgyhogy annyira most még nem mélyedek bele annyira a tanulásba, majd olimpia után mindenképpen. Hát igen, nagyon örülök ennek a megállapodásnak. Konkoly Zsófia paralimpiai bronzérmes úszó. Számára is nehéz volt a pandémiás időszak, így jól jön neki is egy kis motiváció. Hát nyilvánvalóan csalódott voltam, hogy elhalasztották, de úgy gondoltam, hogy ez egy új lehetőség, hiszen még annyira nem voltam felkészülve, mint amennyire szeretem volna. Úgyhogy igyekszem ezt bepótolni, és akkor remélem, hogy jövőre majd sikerül ugye dálni, ahogyan idén kellett volna. Az egyeztetés végén a Magyar Úszószövetség, a PSN ZRT és a Pécsi Tudományegyetem háromoldalú megállapodást kötött a tehetséges úszók tanulmányainak és edzésfeltételeinek támogatásáról, valamint az úszó nemzet programban való részvételről.